Üdvözlöm a kedves nézőket, Debrecenből jelentkezünk. Kósa Lajos és Horovitz Tamás vendégünk. Kérdezem, Kósa Lajost együtt döntöttek annak idején ennek az emlékműnek a felállításáról? Igen, nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy Debrecen városa és a debreceni zsidó hitközség összefogásából annak a mintegy 6000 debreceni zsidónak emléket tudtunk állítani közösen, akik a vészkorszakban vesztették életüket, elhurcolták őket Debrecenből. Ezzel egyébként a debreceni zsidó hitközséget mintegy megfelezték azok a tényleg ember jelzővel nehezen illethetők, akik úgy gondolták, hogy ez a lépés, ez nem tudom én mire jó. Az viszont nagyon-nagyon jó, hogy ez egy közös, nem önmagában a zsidó, debreceni zsidó közösségnek, nem önmagában a debrecenosnak, hanem ez egy közös összefogás eredményeképpen jött létre, mert az a 6000 zsidó, aki életét vesztette a vízkorszakban, az mindnyájunk vesztesége, és ezért a holokausztal, a debreceni holokausztal kapcsolatos emlékezés az mindnyájunk kötelessége. Többen feltették a kérdést, hogy mi történik Debrecen városába, hisz példaértékű határon innen és határon túl, hogy egy hitközségi elnök és a város vezetése együtt tud működni. Mi ennek a titka? Hát én azt hiszem, hogy ennek nagy titka nincs, talán mindenütt így kellene, hogy működjön az országban. Én ezt nagyon egyértelműnek és kézzelfekvőnek gondolom, hogy Debrecen városa, a debreceni zsidó hitközség és a határon túliakkal mi egy nagy közösséget alkotunk, és minden olyan jövőben mutató projektünket, amit kigondolunk közösen, azt közösen alkotjuk meg. Ahogy Kósa Lajos is elmondta, ugye akkori polgármester úrral sikerült ezt a projektet összeraknunk, sokáig egyeztettünk, egy megfelelő helyszínt kerestünk, és azt gondolom én is, hogy az egyeztetések, az együttműködések, sőt nem csak Debrecen városa és a hitközség, hanem a debreceni egyetem, a TEVA, és Debrecen minden polgára összefogott ennek tekintetében, és nagy öröm számunkra, hogy itt együttműködve létrejött, ha lehet ilyet mondani, egy nagyon monumentális emlékhely. Kérdezem Kósa Lajost, a bizottsági elnököt, magyar parlament képviselőjét, vagy a parlamentben is ilyen egyetértés van a szomorú napok megörökítése terén? Nincsen teljes egyetértés, mert még sokan mindig nem értik, hogy azok a zsidók, akik a II. Világháborúban elhurcoltattak és életüket vesztették, azok magyar veszteségek. Magyar veszteség. Tehát a holokauszt ünnep az nem egyszerűen, vagy emlékezés, az nem egyszerűen egy zsidó közösségnek a belügye, hanem az egy magyar közügy, hiszen azok az állampolgárok, azok magyarok voltak. Volt más identitásuk is, de egyébként hazateszem, hogy Magyarországon számos olyan ember van, aki magyar, magyar anyanyelvű, magyar identitású, de van egyéb identitása is. Itt Debrecenben van, mi debreceniek vagyunk, de vannak közöttünk reformátusok, katolikusok, zsidók. Ez nem jelenti azt, hogy ha bármely közösségünket veszteség éri, az nem közös veszteség. Ezt kell megérteni, hogy ne úgy nézzük, és ez volt a nagyon fontos, hogy megértette mindenki, nem úgy néztük ezt az emlékhely felállítást, mint hogyha ez valami zsidó belügy lenne, hanem körülbelül úgy, ahogy az amerikai bombázásoknak a debreceni áldozatait néztük, azok között is nagyon sokfajta ember volt, debrecenieket érte veszteség, közösen kell emléket állítani, és igazából a legfontosabb talán, ami jellemezte ezt az egészet, hogy sikerült kivenni az aktuál politikának a küzdelmeiből. Nem engedtünk annak a nyomásnak, hogy ezt bárki valami fajta aktuál politikára használja fel. Nem, ez egy közös emlékezés, ez egy közös emlékhely. Nagyon örülök, hogy ebben részt vehettem, és büszke vagyok arra, hogy volt egy pici lehetőségem segíteni ennek a létrejöttében. És önmagában az is nagyon fontos ügy volt, hogy hogyan emlékezünk meg, és talán biztos elfogult vagyok, de megmondom őszintén, ez egy nagyon-nagyon szép emlékhely. Önmagában is, mint egy emlékhely, nagyon szép alkotás, és óriási munkát végzett a debreceni hitközség, amikor azt a koncepciót felállította, hogy minden áldozatnak állítsunk emléket, tehát minden áldozatnak ki van írva a neve. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy nem lehet minden áldozatot feltérképezni, mindig lesznek olyanok, akiket esetleg nem tudtunk utolérni, nem tudtuk a nyomát felelni, hiszen a vészkorszak az ilyen, ezért az ő emléküket pedig a sorok között egy-egy üresen hagyott kis rublika örökíti meg.
Vajon most, hogy Kósa Lajos az országos politikával jobban el lesz foglalva, mint a helyi politikával, ennek nyomát látjuk országszerte is? Hát amit itt Debrecenben képviseltem, azt fogom képviselni országosan. Szerintem nincsen értelme annak, hogy egymást tekintsünk ellenfélnek. Őszintén mondom, van bajunk, így is éppen elég. Örülünk, hogyha azokkal megküzdünk, nem kell még belül problémákat keresni magunknak, hiszen Magyarországot, ahogy egész Európát óriási kihívások érik, és ilyenkor nem az a kérdés, hogy megtaláljuk-e azokat a pontokat, ahol különbözőek vagyunk, hanem az a nagyon fontos, hogy találjuk meg azokat a pontokat, ahol egyformák vagyunk, azonosak a gyökereink. Kérdezem Horowitz Tamástól, hisz, hogy körülnézzünk, itt nem csak Magyarország zsidó szervezetei képviseltetik egymást, nemzetközi összefogást is igénybe vett? Hát említettem már, hogy Debrecen nem csak a Debrecenváros zsidóságát, hanem a határon túli zsidóságát is megpróbálja, mint egy régióközpont összefogni. Ez 14 éve már azt hiszem, hogy nagyon sikeresen tesszük a debreceni zsidó hitközséggel, a debreceni várossal közösen, és ennek nagyon sok eredménye van. Nagyon sok pozitív eredményt értünk el, mint közösségépítés, mint uniós források felhasználásába. Említhetném a Kápolnási utcai zsinagoga felújítását is, és én azt gondolom, hogy ez az összefogás határon túliakkal is egy hosszú távú, nagyon meghatározó eredményt fog elhozni hozzánk, és ma is itt tisztelhetjük a határon túli barátainkat, és az ország minden pontjából eljöttek a közösségek képviselői, és mi Debrecenben ezt is szeretnénk képviselni, hogy összefogással, együttműködéssel, mind a debreceni közösségekkel, mind a nemzetközi közösségekkel, csak így tudjuk a jövőnket építeni, és azt hiszem, hogy ez lehet a jövőnk záloga. Nagyon fontos dolog arról is beszélnünk, hogy Debrecenben a társegyházakkal mi szorosan együttműködünk, hisz ők is itt lesznek, velük is együttműködünk minden egyes programunknál, mi is részt veszünk az ők rendezvényeinken, ők is itt vannak, és ezt is nagyon fontosnak ítélem, hisz a holokauszt az nem egy zsidó ügy, az egy nemzeti ügy, itt nagyon fontos, hogy a társegyházakkal együtt képviseljük, és elérjük azt, és az emlékhely szimbolizálja azt, hogy soha többet ne legyenek ilyen gyűlölködések. Köszönjük, hogy rendelkezésekre álltak. Köszönjük szépen.